A 47 éves Jászkíséri férfi idejében könnyű pénzkereseti lehetőséget keresve új pszichoaktív anyaggal kereskedett. Az általa kiporciózott adagokat 1000 forint per pakkáron értékesítette a településen, volt, hogy 18 év alattiaknak is. Anyagi haszonszerzésre törekedve olyan is előfordult, hogy bűncselekményekből származó tárgyakat vett át a vevőktől, és kábítószert adott cserébe. A jogsértőt a jársági rendőrök elfogták és előállították a rendőrkapitányságra. A nyomozók pénzmosás és új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntette miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezik letartóztatását. A lakásán tartott kutatáskor készpénzt, mérlegeket, gázriasztó fegyvereket és kábítószer gyanúját keltő anyagot foglaltak le a rendőrök. Az előzetes szakvélemény alapján a lefoglalt szer új pszichoaktív anyagnak minősül.